Robbanás volt egy brüsszeli pályaudvaron, az épületet és az egész környéket kiürítették, a támadót lelőtték, nincs sérült. Nem lesz megegyezés a szocialisták és a Fidesz között a plakáttörvény ügyében, aki megszegi, azt kizárják az MSZP-ből. Ősszel ismét a parlament elé kerülhet a Lex Heineken, miután az Európai Bizottság nem talált kifogást benne. És sajtóhírek szerint annyian mondtak fel az egyik pesti kórházban, hogy be kellett zárni az egyik osztályt. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Robbanás volt az egyik brüsszeli pályaudvaron, egy férfi felrobbantotta a podgyász kocsiját. Feltehetőleg merényletet akart elkövetni, mert egy robbanó mellény is volt rajta. A helyszíne vezényelt katonák végül lelőtték a támadót, a pályaudvart pedig kiürítették. Nem sokkal később találtak egy szemetes zsákot, amelybe robbanóanyagot és szögeket is raktak. Az Index szerint hasonló bombát használtak tavaly a brüsszeli repülőtéren elkövetett merényletnél. A mostani kísérlet miatt több metróvonalat is lezártak. Az incidensben senki sem sérült meg. A hatóságok szerint azonban egy nagyobb terrortámadást sikerült megakadályozni. Beszámolók szerint a férfi Allahot éltette, mielőtt felrobbantotta a podgyászkocsit. A terrorkészültség továbbra is hármas szintű a 4-es skálán. Lezuhant egy tűzoltó repülő Portugáliában, ahol új erőre kaphat az erdőtűz, amelyben már eddig is 64 ember halt meg. A már-már megfékezett lángok a hőség és a szárazság miatt újra fellobbanhatnak. A tűz akkora füsttel járt, hogy a világűrből is látszik. Repülők oltják a portugáliai erdőtüzet, köztük azok, amelyeket a spanyolok és a franciák küldtek segítségként. Mostanra sikerült kontrollálni a tüzet. A portugál elnök a katasztrófaelhárítók műveleti központjánál mondott köszönetet. Az Azori-szigeteken történt 1980-as földrengés mellett a mostani tűzvész országunk eddigi legsúlyosabb tragédiája. Hálásak vagyunk a barátaink és az Európai Unió segítségéért és szolidaritásáért, mondta az államfő, aki hozzátette, a helyzet szerinte stabilizálódni látszik. Mások azonban kevésbé optimisták. Attól tartanak, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok megnehezítik a tűzoltását. A szárazság, az erős szél és a hőség miatt a tűz könnyen új erőre kaphat. A munkánk legnehezebb része, hogy biztonságba vigyük a helyieket, mert sokan nem akarják elhagyni az otthonukat, mondta egy önkéntes. A tűz több fronton terjed, három különböző kerületben. Nehezíti az oltás, hogy hegyvidéken vagyunk, ahol elszórtan sok apró falu található, ezért meg kell osztanunk az erőinket, mondta a portugál katasztrófa védelem parancsnoka. A kormány rendkívüli állapotot rendelt el az érintett térségben, az áldozatok tiszteletére pedig háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. Komoly bírálatot kapott az amerikai külügyminisztériumtól az Orbán kormány a civil törvény miatt. Közleményt adtak ki, amelyben az áll, az Egyesült Államokat aggodalommal tölti el a törvény elfogadása, ami ellenfélként állítja be a civil szervezeteket. Ezzel Magyarország tovább távolodik az EU és a NATO értékeitől. Az amerikai külügyminisztérium a honlapjára tette ki rövid közleményét. Ebben azt írják, hogy olyan törvényt fogadott el a magyar parlament, amely igazságtalan terhekkel sújtja a civil társadalmat, amely a korrupció ellen küzd. Azzal pedig, hogy ellenfélnek állítja be a civileket, gyengítik a magyarok képességét, hogy gondjaik demokratikus úton kezeljék. 130, igen, 44, nem és 24 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az országgyűlés múlt héten fogadta el a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amely azt írja elő, hogy minden olyan civil szervezetnek, amely évente 7,2 millió forintnál több támogatást kap külföldről, fel kell tüntetnie minden kiadványán, hogy külföldről támogatott szervezet. A Fidesz álláspontja szerint a szabályozás nem megbélyegző. A magyar jogszabály pedig senkit nem bélyegez meg, semmit nem minősít, hanem az átláthatóságot szolgálja. Tárgyi tévedésekben szenvedőnek tartjuk a washingtoni külügyminisztérium közleményét, és visszautasítjuk azt. Az MSZP osztja a washingtoni álláspontot, és szerintük is megbélyegző a törvény. Véleményük szerint a legnagyobb probléma, hogy a köztársasági elnök részéről sincs megfelelő kontroll a kormányzat felett.
Véleményünk szerint a köztársasági elnök nem a magyar köztársaság elnöke, csak a Fideszé, és ezzel együtt az a törvény és azok a törvények, amelyeket aláír, teljes mértékben aláássák Magyarország nemzetközi megítélését, legalábbis Nyugat-Európába, most Oroszországról nem beszélnék. Hát szerintem félreértés van. Szijjártó Péter nem lát valódi problémát a civil törvény kapcsán. Elmondása szerint a magyar törvény jóval enyhébb, mint az amerikai szabályozás. A külügyminiszternek nincs tudomása arról, hogy bármely amerikai tisztségviselő olvasta volna a magyar szabályozást angolra lefordítva. Én azt gondolom, hogy a transzparencia, az átláthatóság az egy olyan egyetemes érték, amelyet az Egyesült Államok is magának val, és szerintem, mint ahogy minden amerikai polgárnak joga van tudni, hogy az Amerikában működő civil szervezetek honnan kapnak külföldről finanszírozást, úgy a magyar embereknek is joguk van tudni, hogy a Magyarországon működő civil szervezetek honnan kapnak külföldi finanszírozást. Erről szól a magyar törvény, nem többről. Korábban az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége és a német kormány is bírálta az Orbán kormányt a civil szervezetek szerintük megbélyegzéséért. Minden szavazat számít pénteken a plakáttörvény megismételt szavazásán, amelyre még az is lehet, hogy hazahívják Brüsszelből Orbán Viktort. Közben Botka László megtiltotta a szocialistáknak, hogy a plakáttörvény ügyében együttműködjenek a Fidesszel. Aki ezzel szembe megy, azt kizárják a pártból. Semmilyen együttműködés nincs a Fidesszel. Ha a Fidesz támogatná az MSZP törvényjavaslatát, azt is együttműködésként kellene értelmeznünk. Botka László egyértelművé tette az OVB ülésén, hogy az MSZP nem adhat be olyan törvényt, amely a Fidesz érdekében is állhat, amit a Fidesz is megszavazhatna. Arra utasította a pártot, hogy vonja vissza ezt a törvényjavaslatot. Nyakó István azt is bejelentette, most és a jövőben sem fogadható el semmilyen együttműködés. Aki ezzel szembe megy, azt kizárják az MSZP-ből. Ne kérje azt, hogy a szocialisták fejével gondolkozzon. Mindenre én sem vagyok képes. A Fidesz frakcióvezetője a párt elnökségi ülésének szünetében azt mondta, nem érti a szocialistákat. Először a Fidesz, majd később a saját javaslatukkal sem értenek egyet. Ha két tanadók nem mennek át, akkor a feles részeket sem szabad megszavazni, és akkor nincs mit felküldeni az elnöknek, illetve megállapítatjuk, hogy kedves Magyarország, az ellenzék egyöntetően, egyemberként a korrupciós rendszert akarja fenntartani. Az MSZP-ről bebizonyosodott, hogy egy olyan párt, amelyet a Fidesz bármikor kilóra meg tud vásárolni. A Jobbik a szocialisták visszakozása után sem hiszi el, hogy az MSZP nem szavazza meg a plakáttörvényt. Szeptemberben tárgyalhatja ismét a Lex Heinekent a parlament. Az Európai Bizottság ugyanis nem emelt kifogást a tervezett jogszabály ellen. A javaslat célja, hogy megtiltsa az önkényuralmi jelképek használatát a kereskedelmi forgalomban. A kormány azután nyújtotta be a törvénytervezetet, hogy a Heinekennek jogi vitája alakult ki a romániai csíki sör gyártójával. Az Európai Bizottság ugyanakkor azt is közölte, ellenőrzik majd, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés egyik céggel kapcsolatban sem. Lázár János szerint a bizottság döntése azt jelenti, hogy még a testület szerint is van létjogosultsága a törvénynek egy olyan múltú országban, mint Magyarország. Kósa Lajos nem lát semmi kivetni valót abban, hogy a fideszes Bánki Erik javaslatára látványsportágá vált a röplabda. Nem mellesleg a képviselő felesége, Bánki Ágnes, a Magyar Röplabda Szövetség strand és szabadidős röplabda bizottságának elnöke, aki a nemzeti sportnak nyilatkozva üdvözölte a törvényjavaslatot. Az ellenzéki pártok az egész TAU rendszert ellenzik. 2011 óta 320 milliárd forintot kaptak az egyesületek a cégektől, amit leírhattak az adójukból. Ha Bánki Erik felesége a Pittypank szakosztály vezetője lenne, akkor a Pittypank szedést minősítenék látványsporttá. Még ez sem lehetetlen a Párbeszéd politikusa szerint. Nem az a lényeg, hogy miről van szó, hanem az a lényeg, hogy melyik fideszes potentát felesége vagy retyerutyája tartozik ahhoz a bizonyos területhez. A DK szóvivője szerint a sportot támogatni kell, de nálunk mindig azok járnak jól, akiknek van valamilyen fideszes rokona. Nem látványsportokba kell önteni a pénzt, hanem például az egészségügyben vagy az oktatásban. A szociális ellátórendszer, az egészségügy és az oktatás is romokban hever, ezért inkább erre kellene költeni, javasolta az MSZP politikusa is. 100 000 gyereknek nem tudjuk megoldani a nyári szociális étkeztetését, de az teljesen rendben van, hogy a fideszes Bánki Erikeknek és a fideszes rokonoknak minél több pénzt tudjunk a sporton keresztül juttatni. Kósa Lajos szerint nincs jelentősége, hogy épp Bánki Erik adta be ezt a javaslatot. Így is, úgy is számon kérnék rajta.
És innentől kezdve minden sportágat ki kéne húzni a TAO rendszerből, ahol bármifajta fideszes kapcsolat fellehető, akkor megszüntetjük a TAO rendszert. Tehát ezt a megközelítést én rossznak tartom. Húsa hangsúlyozta, a pénzt nem a szövetség, hanem az utánpótlással foglalkozó egyesületek kapják. Viszont Juhász Péter úgy látja, hogy a TAO pénz a visszaélések meleg ágya. A pénzek egy részét visszacsorgatják a cégek vezetőinek, szerinte is inkább az egészségügyet és az oktatást kellene támogatni. A legtöbb szakágnak valamilyen fideszes politikus az elnöke, vezetője, gyakorlatilag leosztotta a pártállam a sajátjai között ezeket a posztokat. Ebből látszik, hogy a finanszírozás is ehhez kapcsolódik, nem véletlen nyilván, hogy Bánki Erik is a sajátjának, konkrétan a felesége szakágának lobbizik pénzért, és ezért nyújt be törvényi javaslatot. Juhász Péter szerint a Fidesz az egész sportot elfoglalta. A TAO támogatási rendszert meg kell szüntetni. Hiába lépett vissza Budapest az olimpia rendezésétől még februárban, az olimpiát szervező cég csak 2018 utolsó napjaiban szűnik meg, tudta meg az m4.hu. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan vezetők a cégben, akik még csak nem másfél évig biztosan megkapják a fizetésüket. Vagyis mire megszűnik a cég, addigra csak a bérekre több mint 240 millió forint megy el. Ez azonban csak töredéke annak a 12 milliárdnak, amelyet a Budapest 2024 ZRT eddig költ. A pályázatra. A felszámolásra jogilag minimum 10 hónap áll a rendelkezésre, de 3 éven belül le kell zárni. Tömeges felmondás miatt kellett bezárni egy osztályt a délpesti Ján Ferenc kórházban, számolt be róla a Hír TV. A csatorna úgy tudja, hogy a nővérek és az ápolók azért mondtak fel, mert az egyik bútoráruház új üzletében a korábbi fizetésük többszörösét keresik meg. A kórház egyelőre nem nyilatkozott az ügyben. Azt nem tudni, hogy kinyithat-e, és ha igen, akkor mikor nyit újra a lezárt belgyógyászati osztály. Kósa Lajos annyit közölt az üggyel kapcsolatban, hogy elegendő pénzt adtak az ágazatnak. Az ellenzéki politikusok viszont úgy látják, komoly gondok vannak az összeomlás előtt álló egészségügyben. Nincs elég fogorvos, mert nincs elég pénz a praxisokra. Az államilag finanszírozott intézetekben sok rendelő üresen áll, és nem csak a kis településeken, hanem még Budapesten is. A Zala-megyei báza keretjén másfél éve nem találnak orvost a rendelőbe, akinek itt fájdul meg a foga, annak türelmesnek kell lennie. Egy héten kétszer van rendelés, és be kell jelentkezni, időpontot kell kérni. Ugye sok idős is van, aki jár, nem mindenkinek van autó, amivel elviszik, ilyen dolgok, úgy, hogy átjárjanak másfele. És jó lenne, hogy lenne egy állandó, nem csak úgy egy héten kétszer. A közeli Pákán még rosszabb a helyzet, itt már 5 éve áll üresen a rendelő. Igény lenne rá, az tény és való, mert helyettesítési téma van, az nem oldja meg az ittenieknek a feladatát, idősebbeknek például, mert be kell Zalaegerszegre, illetve lentébe menni nekik. Az itt élők azt mondják, hogy fogorvos nélkül alig van esélyük arra, hogy a foghúzáson kívül más beavatkozást is el tudjanak végezni náluk, ugyanis 40-45 kilométert kellene megtenniük egy-egy kezelésért, erre pedig sokaknak nincs lehetőségük. Ez össze fog omlani. Tehát egyszerűen nem lesz olyan, aki ezt meg tudja csinálni. A fogorvosok tiltakozó akcióját szervező keszthelyi fogorvos szerint olyan csekély állami támogatást kapnak a praxisok, hogy abból nem lehet a költségeiket kigazdálkodni. A legtöbben már a magárendelések bevételeiből finanszírozzák az állami feladatok ellátását is. Szerinte pedig a fogászati ellátásnak kihatása van az egész társadalom egészségi állapotára. A lakosság fogazati helyzete javul, akkor valószínű, hogy az egész népegészségügyi helyzet javul, de ez fordítva is igaz. Tehát ki lehet próbálni a fogászaton azt, hogy mikor jut el egy rendszer az összeomlás határáig, tehát meddig lehet víz alá nyomni. És nagyjából eljutottunk odáig, hogy a fogorvosok közül már nagyon sokan azt mondják, hogy elég volt. A fogorvosok jó része külföldre megy dolgozni, míg azok, akik maradnak, nem szívesen vállalnak munkát olyan praxisban, ahol esélyük sincs a biztos megélhetésre, mondják az érintettek. Ennek hatására az országban már százszámra vannak betöltetlen praxisok. Elakadtak a bértárgyalások, sztrájk jöhet a Tesco-nál, mert a dolgozók nem érik be a felajánlott bruttó 4000 forintos béremeléssel. A demonstráció időpontját és pontos helyszínét jövő héten kedden jelentik be a szakszervezetek. A Tesco azt mondja, hogy a vállalat az elvárt eredmények alatt teljesített, ezért nem tudnak ennél nagyobb béremelést adni. Ugyanakkor a januári és a mostani béremeléssel átlagosan 13%-kal emelkednek a bérek.
Képtelenségnek nevezte Lázár János panelbontási terveit az egyik fideszes képviselő, számolt be róla az Index. Néhány hete jelentették be, hogy német mintára visszabontanák a panelházak 10. emeletét, az ott lakókat pedig kertesházba költöztetnék. László Tamás 15. kerületi képviselő viszont úgy látja, hogy a német modell azért rossz példa, mert egyrészt ott a visszabontott lakások jelentős része üresen állt, másrészt a lakások 95%-a közösségi tulajdonban volt. Magyarországon viszont lakottak a lakások, ráadásul folyamatosan emelkedik az áruk, a folyamatot pedig kár lenne megszakítani. A képviselő szerint nem a forróság, hanem a parkolóhelyek hiánya jelenti a lakótelepeken a legnagyobb problémát. Füves cigivel elkábítottak, majd heten is megerőszakoltak egy fiatal lányt a Borsod megyei Kesznyétenben. A gyanúsítottak már őrizetben vannak. A lányanya nyilatkozott híradónknak, azt mondta, hogy nincsenek biztonságban a fiatal lányok. Ez az egyik ház a Borsod megyei Kesznyétenben, ahova berángatták a 16 éves lányt, majd a gyanú szerint többen is megerőszakolták. Az eset még 15-én történt, nem sokkal azután, hogy a fiatal lány elindult a faluban lakó barátjához. Útközben találkozott támadóival, akik egy füves cigivel kínálták. A lány elfogadta, azonban rosszul lett tőle. Ezt kihasználva nem sokkal később 7 fiatal férfi bántalmazta és erőszakolta meg rövid idő alatt. Édesanyja azt mondta, hogy a lánya azóta csak enni jön ki a szobájából. Szólni, vagy nem, mert szégyeli magát, mint hogy az anyának is bűntudata van, hogy mit csinált, hát ő volt az, nem ő a hibás. A 35 éves az ember a hibás, aki 15 éves lányra rá tud menni, meg a többiek. Ez a lényeg az egésznek. Hogy gondolják azt, hogy ők ezt megtehetik? Az anya azt mondta, hogy a lánya csak akkor mondta el, hogy mi történt, amikor a támadói azzal fenyegetőztek, hogy a húga lesz a következő. Szerinte nagyon sok lány lehet hasonló veszélynek kitéve. Figyeljenek oda, mert nagyon, nagyon veszélyben vannak a lányok, én úgy látom, nagyon, nagyon nem úgy van, ahogy kellene. Sokan azt hiszik, elmennek bulizni, és ez nem így működik. És lehet, hogy sok lány nem is mer szólni. Az egészet egy cigi elkövetésével megtörténik, behúzzák, beviszik, megerőszakolják, és akkor szia dobozos. A bíróság először 6 embert tartóztatott le, a 7. társuk önként jelentkezett a rendőrségen, ellenük 18 év alatti személy sérelmére több ember által elkövetett szexuális erőszak a gyanú. Megalapozottan feltehető az, hogy szabadlábra bocsátásuk esetén tanúk befolyásolásával, bizonyítási eszközöknek az elrejtésével, de leginkább az összebeszéléssel, tehát egymás vallomásának a befolyásolásával megnehezítenék a további eljárást. A bíróság szerint a 7 férfi életvitel alapján az is feltételezhető, hogy újabb bűncselekményeket követnének el. A támadókat akár 15 év szabadságvesztésre is ítélheti majd a bíróság. Busz és kamion karambolozott a Pest megyei Isaszegen. A menetrend szerinti buszba hátulról szaladt bele a kamion. Összesen 5 sérültek meg, 4 gyerek és 1 felnőtt. A sérültek állapotáról későbbre ígért tájékoztatást az országos mentőszolgálat. Egyelőre nem tudni, hogy a baleset miért történt. Nem volt jogosítványa a Dózsa-György úton karambolozó Mercedes sofőrjének. Azt a rendőrség még a baleset előtt bevonta, tudta meg a Pesti Srácok. A férfi ennek ellenére a baleset óta is vezet. A napokban a 444 munkatársai is látták egy sportkocsi kormánya mögött, és a rendőrök is elkapták. Elő is állították, és eltiltás hatája alatt történt járművezetés miatt 90 000 forintos pénzbírságot szabtak ki rá, majd elengedték. Emrihárdot 10 éves súlyos börtönbüntetésre ítélték a kecskeméti mafiaperben, de egyelőre sem a Dózsa-György úti karambol miatt, sem az év elején ellene indított titkos nyomozás miatt nem vonták felelősségre. Bekamerázzák a Szentendrei utat, így próbálják megakadályozni a gyorshajtás miatt történő súlyos baleseteket. A híradónknak nyilatkozó szakemberek szerint azonban a kamera nem oldja meg a problémát. Közúti gyorsulási verseny rajtja egy népszerű amerikai filmben. És ugyanez a valóságban Magyarországon. Budapest bevezető útjain, mint például a Váci vagy a Szentendrei úton sűrű rendeznek illegális gyorsulási versenyeket, de a legtöbbről csak akkor szerzünk tudomást, ha balesettel végződik. Ahogy arról a szombati balesetről is a Szentendrei úton, amelyben a valószínűleg egymással versenyző kocsik egyike beleszáguldott az út melletti római kori vízvezetékbe, majd az útra visszacsapódva a másik autóba. A balesetben szerencsére senki nem halt meg. Márciusban azonban tragédiával végződött egy gyorshajtás, szintén a Szentendrei úton. Egy piros lámpánál várakozó autóban 2 fiatal halt meg, amikor hátulról nagy sebességgel beléjük hajtott egy Mercedes.
A harmadik kerület polgármestere ezután kérte újra a belügyminisztériumtól, hogy a Szentendrei útra is telepítsenek a Védából, a mindent látó trafipaxból. Abban az esetben, hogyha ez elsősorban anyagi problémát jelent, akkor a harmadik kerület a maga erejéhez mérten hajlandó ebben részt venni, de természetesen ez elsősorban fővárosi és állami feladat. Búzs Balázs az Inforádiónak kedden azt mondta, a mostani baleset után pozitív visszajelzést kapott a Véda telepítésére, a rendőrség pedig már el is készítette a terveket a kamerák elhelyezésére. A Totálkár újságírója azt mondja, ez csak tüneti kezelés. Célt korlátozottan érhet, mert ennek a rendszernek a látótávolsága 100 méteren belüli mindkét irányban, tehát a közeledő és az elhaladó autókat, vagy a távolodó autókat is, vagy a távolodó irányba is fényképezi az autókat. A hatósugarán kívül pedig folytatódhat ugyanaz, ami eddig, tehát nem megoldja a problémát, hanem áthelyezi egy másik helyszínre. A Védák felszerelése a közlekedés pszichológus szerint sem fogja megoldani a problémát. Birkei Pál azt mondja, a látható rendőri jelenlét hatékonyabb lenne. Az ellenőrzésen, ahol nem az van, hogy nagyon gyorsan megyek, tehát itt lassítani kell, vagy ez van, az van, hanem legyen benne az a kötelességtudat, hogy valóban nekem kell, ha nem, akkor nagyon súlyosan büntetnek. A mostani tervek szerint a fix trafipaxot éppen ott, az Áhony utcai kereszteződés közelében szerelnék fel a Szentendrei úton, ahol a szombati baleset történt. Itt jelenleg csak egy régen kihunyt sebességmérő van az út mellett. Ez volt a Híradó 6 órakor, néhány perc múlva pedig indul a Start Bombera Krisztával és Kárász Róberttel. Jó reggelt, szia Robi, milyen témákkal foglalkoztok ma reggel? Jó reggelt, szia Anna, üdvözlöm a nézőket, és akkor biztos otthon már nagyon-nagyon sokan készülődnek a munkába, és várják azt, hogy a Start hogyan indul, kávézgassanak nyugodtan, öltözzenek, és akkor mondom, a DK szóvivője Gréci Zsolt lesz az első vendégünk. Hát, van ugye rengeteg felmérés mindig ilyen nyár elején azzal kapcsolatban, hogy a magyarok hány százaléka teheti majd meg, hogy elmegy nyaralni, és hogyha igen, akkor hova megy, mire telik. Magyarországon egy belföldi utazást lesz, vagy esetleg megengedik magyarok azt is maguknak, hogy mondjuk külföldre utazzanak. Természetesen a DK szóvivőjével ezen kívül más is beszélünk. Szerintem, hogy megkérdezzük azt is, hogy Gyurcsány Ferenc egészségi állapota most milyen, elég sok rossz hírt lehetett olvasni az elmúlt napokban. Aztán Csoma Mózes korrelszakértő egyetemi docens lesz az ELTE részéről a vendégünk. Hát egy tragédiával kapcsolatban ugye meghalt az Észak-Koreából hazaszállított amerikai egyetemista, 22 éves volt ez a fiatalember, aki 5 napra érkezett másfél évvel korábban Észak-Koreába, és tulajdonképpen 15 évi kényszermunkára ítélték, aztán rosszul lett, kómába lett, humanitárius okokra hivatkozva Észak-Korea hirtelen hazengedte, hazaszállították a kórházból, de az Egyesült Államokban elhunyt. Az MSZP részéről Gőgös Zoltán elnök helyettes érkezik majd Krisztinához. Hát, nem tudok most hirtelen mit mondani az MSZP-ről. Botka László minden esetre oda csapott tegnap az asztalra, aztán megmondta, hogy nem lesz megállapodás a Fidesz-KDNP-vel, ugye a plakáttörvénnyel kapcsolatban. Úgy egyik pillanatban ezt mondják, másik pillanatban azt, majd Bombera Krisztina megkérdezi, hogy is van ez. És az én vendégem lesz Juhász Péter, az Együtt elnöke, aztán jön hozzánk még Mendrei László. Na mindegy, a többit azt majd elmondom később, érdekes és izgalmas adás lesz. Rendben van, köszönöm szépen, Robi, ez tehát a Start kínálata, érdemes velünk maradni. Én friss hírekkel legközelebb 7-kor várom önöket, addig is legyen szép a reggelük, viszontlátásra!